Fogaink egészsége nagyon fontos. Hogyha velünk tartanak a következő percekben, akkor megmutatjuk, hogyan válaszunk fogorvost, illetve hogy mik a leghatékonyabb fogmegtartó kezelések. Minden fogorvosnak arra kell először is felhívni a figyelmet, hogy a pácienseknek a fogtisztításon kívül a fogköztisztításra is hangsúlyt kell fektetni. Meg kell tanítani nekik a helyes szájápolást, a fogsejem használatot, a fogköztisztító használatát, és ezután következik tulajdonképpen a fogászati kezelés. Nagyon fontos, hogy egy rendelő jól felszerelt legyen. Lényeges, hogy legyen benne egy egész egyszerű műszer, de mégis fontos a használata, a parodontális szonda, amivel a fogágybetegség jelenlétét meg tudjuk állapítani. Nagyon fontos azon kívül, hogyha valaki sebészetet végez és implantál, hogy rendelkezzen egy olyan szoftverrel, amivel egy műtéti sablont meg lehet tervezni, és navigáltan lehet implantálni. Szoftlézer egy nagyon sok oldalon használható műszer, van egy fehérítő vége, a fogfehérítésnek is ez egy korszerű módja, kevésbé lesznek érzékenyek a fogak utána, illetve van a sebészi végződés, ott pedig a környező szövetek roncsolása az minimális, mondjuk egy elektrokautárhez képest. Ha valakinek implantációra van szüksége, néha van arra mód, hogy azonnali implantációra kerüljön sor, de sok esetben erre nincsen lehetőség. Ilyenkor, hogyha a csontvesztesség alakult ki a kihúzott fognak a helyén, akkor 8 héten belül egy úgynevezett alvalós prezervációs műtétet kell elvégezni a páciensen, és fél év után általában akkor betehető az implantátum. Manapság már a fogmegtartó kezelés került előtérbe, mert olyan korszerű endodonciai megoldások vannak már, mikroszkópos gyökértömésre is van lehetőség, hogyha egy kisebb csatornát nem találnak meg, amit régen képtelenség lett volna megtalálni. Gyakorlatilag ezeket is le lehet tömni, és sokkal kevesebb fogat kell kihúzni már manapság. Tehát nagyon fontos, hogy bárkinek foghiánya lép fel, akkor arra valamilyen megoldást feltétlenül találni kell, és hogyha lehet, akkor fix megoldást, vagy egy hidat, vagy egy implantátumot oda kell tenni.